A Csukás az ország délkeleti részének sarokbástyája gyanánt égnek meredő barcasági havasok csoportjában kelet felé az utolsó magas kiszökellést képezi. Szorosan véve a Csukás már nem a barcasági hegyekhez, hanem a vele határos Bodzai hegységhez tartozik. De azért az alkotó kőzetanyag azonossága folytán még a barcasági hegyekhez szokás sorolni. Több oldalról mászható meg. Délnyugati oldaláról már megmásztuk a bizarr formakincsű Csukás legismertebb részeit. De a Kárpát-kanyar főleg konglomerátumból felépülő ékessége bőven tartogat még látványosságokat. Ilyenek a délkeleti felén emelkedő Zákánygerince és a Vörös havasok, amelyek után beköszönünk déli szomszédjához, az alig ismert Grohotis hegységbe is. A hóviszonyokhoz alkalmazkodva a Csukásban hótalpas túrát teszünk, míg a Grohotis ezer éves határunkat hordozó, klasszikus mezőhavasát már túrasível hódítjuk meg. A Csukás menedékháztól indulunk a Piroska havas gerincé. A Gödrös hágótól délre kanyarodunk, majd a keresztút érintésével másszuk meg a Zákánygerincen emelkedő Gödrös csúcsát. Visszatérve a keresztúthoz lekanyarodunk a Vörös havas mellékgerincére, majd a Szilva menedékházban töltjük az éjszakát. Másnap a Bratocsa hágóból sítúrára indulunk, a Grohotis hegység északi részére. Odalent a Nyeregben már a leégett Csukás menedékház helyére épített, impozáns faépület várja a fáradt vándort. Hívogat még a piroska havas, de egyszer még a meséknek is be kell fejeződniük. Így Csukás túránknak is itt a vége. Itt a Csukás menedékházban lett vége első nyári Csukás túránknak. Most eljött az idő, hogy immár télen végre eleget tegyünk a piroska havas meghívásának. Újdonsült túratársaink kézdiszéki természetjárók, Poloncs Márta, Demény Réka, Demény István, Rádúj Sándor és Bakó Arnold Tamás lesznek. Ez az egyik kedvenc százi egyetek? Igen, már én 6-szor körülbelül voltam már itt. És mit kell tudni a csapatról? Valamikor olyan 2013-ban verődtünk így össze. Turázunk, bulizunk, velik járunk a szentgyörgyiekésekkel is turázunk. Kaketagok is vagyunk. De azért ti el vagytok itt kényeztetve a kézdivásárhelyen. Itt van szinte a barcasághoz nagyon közel. Itt vannak a barcasági hegyóriások. Melyik a leginkább kedvencebb hegy? Ahol vagyunk. Legalábbis én úgy vagyok, ahol vagyok. Per pillanat azt tetszik a legjobban. Én még olyan hegyen nem jártam, hogy nem tetszett volna. Tudod, hogy van, amikor a Székely bácsitól megkérdezik, hogy rossz pálinkát ívott. Igen, hát, milyen volt? Hát jó, na, én is így vagyok a hegyekkel. A hegyeinkkel. Jártunk minden éjszakra, délre. Nagyon szépek a hegyeink. Nagyon jó a kikapcsolódás. Jó a csapat, szellem. Szórakozunk, turázunk, egyéb mikkel. Meg hát van miből választani, úgyhogy azért... Van, itt nem kell sokat menni a hegyek, itt minden akar, már emész, mindig a hegyekbe botlasz. Szabadságérzés nekem, tehát én imádom a hegyeket, tehát nagyon feltöltődök, kikapcsolódok, tehát egy élmény minden. Vannak kedvenc, nekem vannak kedvenc hegyeim, a Királykő az egyik kedvenc, azt nagyon szeretem, a Fogaras ugyanúgy. De szerencsésnek érzem magam, hogy tényleg olyan helyen vagyunk, hogy megközelíthető akármelyik hegy is könnyen, és ki is szoktuk használni ezt. Így a barátnőmmel,
ugyanúgy. Tehát legtöbbször olyan is van, hogy csak hárman megyünk el, négyen. Lányokul is szoktunk járni. Hát Edül, te is. Én igazából 6 évet urazok, és nagyon szerencsés voltam, hogy ebbe a csapatba bekerültem, megtanítottak turazni. Hát egy nagyon jó szabadidő eltöltése ez a turazás, az a véleményem. Kikapcsol, feltölt, jó társaság. Jókat nevet. Igen. A jó kedv. Aktívan pihenünk. Igen. A jó kedv. Ilyen vidám társággal talán nem is túráztunk még, mint múltkor. Az még a szépsége, hogy minden évszakban más. Csodálatos őszön és télen is. Nekem a kedvencem az ősz. Sok szín. Igen, amíg a téli turákban ugye benne van, hogy kudarc is történik, mert nem mindig lehet megcsinálni. Tehát olyan, vagy elindulunk, vagy lavina veszély is vissza kell térni, vagy az időjárástól, hogy nem lehet látni, tehát nagyon-nagyon keveset. Ilyenek is voltak benne. Ma a legjobbakat reméljük azért. Igen, ma ez... Jót ígér. Igen. Szerintem megreggelizhetünk is, akkor úgy neki. Próbáljuk meg, mit tudom. Így van, így van. A Csukás menedékház épp a hegység patkó alakot kirajzoló, két hegygerincét összekötő piroska havas hátán fekszik. Innen visszapillanthatunk a már bejárt, leglátványosabb nyugati gerincre, a Bratocsától a Csukáson át a Tigály jellegzetes sziklatornyáig. Kelet felé pedig feltűnik mai úti célunk, az alacsonyabb és visszafogottabb formakincsű Gödrös Zákány gerinc, a Vörös Havas mellékgerincével. Ropogó hóban, ragyogó napsütésben indulunk a hegység szívébe, a régi határvadász ösvényen. Tartják a Csukás-hegység, úgy a piroska havas is egy hét falusi csángóról kaphatta a nevét, mivel a piroska gyakori családnév a barcasági csángóknál. A piroska nyerekből délnek fordulunk, és a piros keresztjelzési ösvényen tapossuk tovább a havat. A hegységben a hó általában októberben jelenik meg először. Január és március között a legvastagabb, majd a lassú olvadás egészen májusig is eltarthat. A fenyves erdő szintje fölé emelkedve, mögöttünk téli pompájukban is feltárulnak a Csukás konglomerátum rétegéből a külső természeti erők hatására kipreparálódott sziklatornyok. A gödrös nyerekből megkezdjük az emelkedést a Zákány gerincére, ami nagyjából 4 km hosszan húzódik a kárpáti főgerinctől, így az 1000 éves határunktól délre. A meredek hegyoldalon már jó szolgálatot tesznek a hótalpak, hisz a nap megolvasztotta, süppedőssé tette a néhol derékig érő hóréteget. A hegyhátról körbenézve szembetűnik a különbség, a merész sziklatornyokkal tűzdelt Csukás nyugati tömbje és a gödrös, széles, ellaposodó gerince között. A
gödrös szélfúta gerincéről már a Kárpát-kanyar ikonikus hegységeit is végigpásztázhatjuk. Élükön a Bucsecs ormótlan tömbjével. Keresztút elágazása fölötti látványos gerinc szakaszon, a legmagasabb csúcshoz közeledve azért feltűnik, hogy a gödrös igen merész sziklafalakkal szakad le a Keita völgyére. Amin túl már holnapi úti célunk, a Grohot is elnyúló háta is feltűnik. A zákányos gerinc főcsúcsa a gödrös kiváló körpanorámával ajándékozza meg a fáradt turistát. Gratulálok! Mi is, ahol a hó szakadt be, ott egy kicsit nehezen volt, de megoldottuk, és büszkék vagyunk magunkra és a csapatra, hogy felértünk vége. Hát még mi rátok, mert nem mindenkinek jutott ugye hótap. Mit láthatunk? A Szilion havas velünk szemben. Pintyillő ott leghátul, háromszék javasokkal, és a musátó is ott mutatja magát. Igen. A bajhavas meg a Bucsecs leghátul a legmagasabb tömbjével. Hogy van ez a vicc, amit meséltél? Két fiatalember, két jó barát elindult úrazni, és egy székelyek vagyunk, nekünk az alap dolog minden viccnél. Elindulnak, az egyikük egy maradék szakadékba becsúszik. Utána kiállt a barátja, hogy megütetted magad? Nem ütöttem meg magam. Eltört valamit? Nem tört el semmi. Akkor gyere fél. Nem tudok, nem értem le az aljára. Hát szerencsére mi így nem jártunk még, mert még nincs vége a turának, de reméljük, hogy szerencsésen leérünk. Északra a Nagycsukás jellegzetes sziklatömbjeire nyílik rálátás. Távolabb északnyugatra feltűnnek a Nagykőhavas, a Keresztényhavas, a Bajhavas és a Bucsecs masszívumai. Sőt, távolabb a Fogarasi havasok, a Királykő és a Jézer papusa is megmutatja havas hátait. Délfelé alattunk már klasszikus Csukás Béli képet nyújt a hegység legdélebbi jelentős csúcsa, a zákány merész, lepusztult sziklatömbje. Nevét a szirtjein élő szakállas saskesejükről kapta, amelyek sajnos mára teljesen kipusztultak. Délnyugatról a szomszédos Grohot is hegység hívogatja a hazajárót. De mielőtt meglátogatnánk, visszafordulunk még a Csukás egy újabb látványos mellékgerincére. A keresztúthoz visszatérve a nyugat felé kiágazó vörös havasok nyúlványára kanyarodtunk. Vörös havas a nevét a nyáridőben a hegyoldalt borító erdélyi havas szépéről kapta. Persze télen a hó ural mindent, így most nincs alkalmunk megcsodálni a rododendron virágzását. A vörös havas csúcsáról visszatekintve, igen elementáris képet fest a gödrös tömbje.
Itt köszönünk el a lenyugvó naptól, miközben a vörös havas alatti Szilva menedékházhoz ereszkedünk. Itt csatlakozik túránkhoz a zajzoni evangélikus lelkész, hegyi vezető barátunk, Domokos Jenő. Én úgy érzem, hogy ezzel a tegnapi túrával, amit az Zákány gerincen tettünk, úgy nagyjából kimerítettük a csukást, hisz pár éve voltunk a fő csúcson is. Úgyhogy most itt vagyunk a vörös csúcs alatt egy menedékházban, és egy újabb kaland vár ránk, de az már nem a csukás lesz. Igen, igen. A csukás hegység és a csukás csúcs az ugye picit arrébb van. Itt ez a vörös havasok, innen lemegyünk, átmegyünk a Bratocsai-hágon, és a másik oldalon fogunk egyet túra sízni, a Grohotis csúcs fele. Az az oldal nem annyira ismert, mivel ugye mezőhavas, nincsenek kiemelkedő csúcsok, pont kezdő túrasízőknek megfelelő túra lesz. Azaz nekünk. Azaz nektek való, igen. Már próbálkoztunk vele, de még ugye ebből a kategóriából nem mozdultunk ki szerintem a kezdőkből. Inkább ilyen bandukolósabb túra lesz. Valószínű, hogy ezért nem annyira népszerű, nem járnak nagyon sokan. Amiért nekünk azért mégis kedves ez a hegy, a Grohot is, azaz, mert a Bratocsa-hágótól, ahogy a Bajhavas felé megy a gerince, az ugye egyben az 1000 éves határ. Hát a régi határvonalon fogunk igen végigmenni. Akkor ígyunk a túra sikerességére. Hát reméljük, hogy nem annyira nehéz a terep, valamennyire bírni fogjuk, biztos, nem törjük össze magunkat. Nem lesz nehéz. Nemrég havazott, nagyon nagy hó van, úgyhogy gyalog sokkal nehezebb lenne. Inkább kínlódjunk túrasiléccel, mint gyalog derékig süllyedni. De nem a tereptől félek, hanem a szélvihartól, amit látok, ahogy kinézek ezen az ablakon. Hát majd, hogyha leértünk innen a Bratocsai-hágóhoz, akkor meglátjuk, hogy ott is ilyen szél van-e. Itt ezen a vidéken, itt a vörös havasok alatt, itt mindig fúj a szél. Erre itt már nem lesz szükség. Viharos szél kísér a Kárpát-kanyar egyik legmagasabb átjárójába, a Csukás és a Grohot is közötti Bratocsa-hágóba. De nincs az az időjárás, ami kedvünket szeghetné, hogy történelmi határunkon megismerkedjünk a túrasízés alapjaival. Na hát akkor végül is itt vagyunk az 1000 éves határon, a Bratocsa-hágóban. Igen, megérkeztünk ide a Bratocsa-hágóhoz, és most már felhúztátok ti a turasi bakkancsokat. Ezek speciális bakkancsok, nem olyan, mint a lesikló bakkancs, ezeknek van egy állítási lehetősége itt hátul. Uh-huh. Van gyalogló pozíció, amikor hajlik. Amikor fölfele megyünk. Amikor fölfele megyünk, hogy tudjunk vele lépni, tehát hajlik a lábad. És amikor meg lesízünk, akkor azt lefixáljuk. Igen, és akkor nem és mozog. És akkor olyan, mint egy rendes lesikló léc. Tehát a felszerelésnek ez az egyik része a bakancs, és akkor a sílécek, a túra sílécek megint, hát kinézetre ugyanolyanok, mint egy normális síléc, mert síléc, de maga a kötés, a kötés rajta az teljesen más. Tehát az enyém például olyan, hogy itt elől van ez a két hegyes valami, ami majd a bakkancsomnak az órához be fog akadni, és hátul pedig ezt itt el lehet így fordítani, és akkor itt nekem nem akad be hátul, ahol fogok tudni vele lépni. Uh-huh. Amikor meg jövünk le, akkor vissza, elfordítom, és rögzítjük a bakancsnak a hátát is. A nagyon fontos dolog fölfelé, hogy tudjunk menni, mert csúszik a talpa. Rá kell ragasztani a fókabőrt, nem igazi fókabőr, de régen egy ilyen műszőrme, mű. Aminek a kis szőrei egy irányba állnak, és akkor az arra lesz jó, hogy egy irányba csúszik, visszafelem pedig nem hagy bennünket csúszni. Felteszem az egy fókabőrt. Mindenkinek saját magának egyedül kell tudni megoldani, de köszönöm a segítséget. Nélkülünk azt is soha nem tartanám. Hát igen, nem tudtam volna elindulni ugye nélkületek.
szépen elsimítjuk. Hátul bekattintjuk. És akkor ennyi. És az egyik akkor már kész is van. Ez fogja megmenteni az életünket. Ez erre csúszik visszafele, meg ne. Így. Figyelj, ezt azért beszéljük meg, hogyha lemaradná, akkor mindig megvárunk ilyen. Rendben. Uh-huh. 200 méterenként. Tehát, hogy halló távolságból legyünk. Igen. Azért egymást. Ha gond van, figyelünk rád. Ha gond van, akkor füttyelj és 40 rövidet. Jó. Fogjuk tudni, 40 rövidet? Minden túránál fontos a biztonság. Túrosével nagyon könnyen bemehetünk olyan helyekre, ahol lavina veszélyes a terep. Ezért mindig viszünk magunkkal egy jeladót, szondát és lapátot, hogyha mégis véletlenül elvinne a lavina bennünket, akkor tudjuk kimenteni a társunkat, mert az első 15 percben van nagy esély arra, hogy túléljük a lavinát, hogyha betakar bennünket. Mindenkinek ellenőrizzük, hogy van-e szonda, lapát, most nem veszem ki teljesen a lapátnak a nyere. És ha ezek megvannak, akkor következhet, hogy rácsatolunk a silészre. Lássuk. Aha. Így van nekem most túra pozícióba. A technikai és mentális felkészítés után neki indulunk végre az ismeretlenbe. De ne siessük el a dolgot. Szép komótosan hatolunk be a grohot is járatlan vadonjába. Hamar kitapasztaljuk, hogy a túrasízés felfelé és vízszintes terepen a sífutásra emlékeztet. Ha meg lejtő következik, akkor az alpesi síző tudásunkra lesz szükség. De egyenlőre folyton csak emelkedünk a Tatrang forrásvidékének sűrű erdeiben délfelé. A túralécek segítségével a legváltozatosabb hóviszonyok között is viszonylag könnyedén küzdhetjük le a meredek emelkedőket. Az erdőből már a grohot is gyep havas hátán oldalazzuk. Egység, ami nyáridőben a pásztorok idilli paradicsoma, most elég zord arcát mutatja. De mire fölérünk a Gergely csúcs alatti nyeregbe, a szél megdolgozza a felhőket és a nap is lesüt ránk. Egyek mozdulatlanul dermednek a téli hidegben. Egy lélek nem mozdul ide fent. Lassan búcsút int mögöttünk a csukás gerince. A grohot is némán, de egyértelműen jelzi. Rövidek még a nappalok, ideje továbbá. Elköszönünk a Kárpát-kanyareme két sarokbástyájától, amelyek mindig is történelmi hazánk természetes védvonalát képezték.
és most is a vad keleti szelektől óvják a hátukra merészkedő turistát.